Erős vár a mi Istenünk, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket 50. vasárnapján. Ezzel a mai vasárnappal azt szoktuk mondani, hogy egy forduló pontjához ér az egyházi esztendő ideje. Véget ér a farsangi időszak, amivel párhuzamosan már a bőjt elő három vasárnapja telik, ahogy azt hallottuk is két hete az ige hirdetésben. És ez a forduló pont egy új időszakba fordítja a figyelmünket, a jövő vasárnap már bőjt első vasárnapját ünnepeljük. Éppen ezért szól így már ennek az 50. vasárnapnak is az igéje Lukács evangéliumából. Jézus így szólt a tanítványokhoz: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. Isten tegye áldottá mai Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem. Hozzád futok, Uram, ne valljak szégyent, ments meg engem irgalmasan. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg, Uram, igaz Isten. Ragyogtasd rám arcod világosságát, legyen segítségemre a te igazságod. Áldott az Úr, akinek hűsége csodát tett a szorongatás napjaiban. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadban reménységet adtál minden bűnbánónak, hallgass meg könyörgésünket, szabadíts ki bűneink bilincséből, és tarts távol tőlünk a gonosz minden cselvetését az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel, Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét 50. vasárnapján. Megírva találjuk ezt a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 31. verstől a 43. terjedő szakaszban a következőképpen. Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Mikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét 50. vasárnapján. Megírva találjuk ezt Jakab apostol levelében, a 3. fejezet 13. versétől a 18-ig a következőképpen. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy idős testvérünk hívott fel nemrégiben telefonon, amikor újra kinyitottuk a templom kapuit, és élőben kezdtük tartani az istentiszteleti alkalmainkat. Azért hívott, hogy elmesélje, mennyire fontos számára ez a templom. És noha idős kora, betegsége és a vírus helyzet miatt már alig-alig tud eljönni, mégis annyira örül az újranyitásnak, ennek a lehetőségnek. De a beszámoló nem csak ennyi volt csupán, mert ezután elmesélte, hogy több mint 20 évvel ezelőtt, amikor ez a templom épült, annyira a szívén hordozta a templom építés ügyét, hogy minden egyes pénteken a munkából hazafelé jövet, bekanyarodott ide az udvarba, kiszállt az autóból, és hálával, csodálattal, örömmel nézte, hogy mennyit magasodtak a templom falai az eltelt egy hét alatt. Ez így ment hónapokon keresztül, aztán eljött a nyár, és a család közel 2 hónapra leköltözött a balatoni nyaralóba, és augusztus vége volt már, mire ismét leparkolt egy péntek délután az épülő templom udvarában. Az építés vezető is megszólította, hogy nagyon hiányolta őt, hisz korábban hónapokon keresztül minden pénteken találkoztak. Hol volt idáig? És nézze csak, mekkorát nőttek távollétében a falak. És ez a testvérünk pedig, ahogy elmesélte nekem, csak állt hosszú-hosszú percekig, és hálatelt szívvel most már nagyon kicsinek érezte magát az égbe magasodó falak láttán, és szívből örvendezett a készülő Isten hajlék előre haladott állapotán. Bölcs szelídség. Aki értelmes és bölcs, az megmutatja, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Nekem ez az asszony jutott eszembe, ahogy ezt a régi történetet elmesélte. És ahogy azonnal elképzeltem, ismerve ezt a nem is olyan régi történetet a templom építéssel kapcsolatban, hogy mennyi anyagiasság, mennyi aggodalom, mennyi idegeskedés, vagy vita, egyet nem értés, vagy érdekütközés kísérhette ezt az építkezést csak úgy, mint minden más hasonlót. De valaki szelíden és a munkások előtt is példát mutató,
érdeklődő alázattal csak megállt itt minden pénteken, hogy hálát adjon Istennek a falak növekedéséért. Pedig ő is közel volt a tűzhöz, de mégis szelíd bölcsességgel ezt az utat választotta. A bölcsességről szól ma Jakab apostol, és azt mondja, hogy az igazi bölcsesség nem is emberektől való. A levelében már korábban, az első fejezetben is foglalkozik a bölcsesség kérdésével. Az első fejezet 5. versében írja például, ha valakinek nincsen bölcsessége, akkor az kérjen Istentől. De mi is valójában a bölcsesség? A bölcsek kövét sokan a zsebükben vélik tudni, valójában mégsem birtokosai, mert ahogy Jakab is írja, ahol viszálykodás vagy irigység van, vagy éppen a bölcsességével kérkedik valaki, az ördögtől való. Szóval a bölcsesség az nem egyszerűen tudás, nem lexikális okosság, vagy valamiféle titokba való beavatottság. Nem csupán a szerzett tapasztalataink megfelelő módon való rendszerezése. Mert mindez valahol arról szól, hogy a saját erőnkből szereztük meg, építettük fel, ami egyrészt fontos és szükséges persze, de ugyanakkor veszélyes is, mert felismerjük, hogy mi a jó nekünk, és ezáltal már is rombolunk, mert önző módon viselkedünk, vagy hozunk döntéseket, és a harag, vagy éppen a féltékenység vezérel bennünket egyes élethelyzeteinkben. Az igazi bölcsesség, amiről az apostol tanít, az sokkal inkább hasonlít a hithez. A hit pedig, mint tudjuk, Isten ajándéka. És ilyen formán a bölcsesség is az. Ha a bölcsesség, ahogy Jakab írja, tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató, nos, akkor ez semmiképpen nem lehet tőlünk jövő, vagy kifejleszthető, vagyis ilyen bölcsességre nem tehetünk szert. Ezek után látjuk, hogy mennyire fontos, amit már az első fejezetben leír, ha valakiben nincs meg ez a bölcsesség, akkor kérje Istentől. Ha mindenféle hiányunkban, onnan felülről kérjük és várjuk a segítséget, ha féljük az Urat, ha hálával éljük az életünket a Teremtő Isten felé, akkor azt gondolom, hogy az már a bölcsesség útja. Akkor már ráléptünk erre az útra. A példabeszédek könyvének egyik legszebb mondata is ez, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Igen, ha engedem, és nem én akarom görcsösen kézben tartani és irányítani, vagy megoldani, de belátom, hogy az Isten segítségével sikerülhet. Ha tudok ráhagyatkozni, ha tudok teljes szívvel benne bízni, ha látom, hogy az ő rajta munkálkodó szeretete nélkül semmi vagyok, akkor az a bölcsességem kezdete. A felülről jövő bölcsességé. Mert tudjuk, hogy nem mindegy, miként vagyunk jelen ebben a világban. Elsősorban az látszik belőlem, amit kimondok, vagy amit teszek. Azt mondom és azt teszem, ami bennem van, amilyen indítatással teszem ezt. Ha ez az indítatás az önzés, vagy az irigység, vagy éppen a harag, akkor ennek a megnyilvánulása, vagy a hazugság, vagy éppen a dicsekvés lesz. És ennek a következménye
az űrzavar. De ha ez az indítatás a felülről jövő, Istentől elkért bölcsesség, akkor annak megnyilvánulása a tisztaság, az önzetlenség, a hűség és az alázat. És ezek következménye pedig a békesség. A bölcsek kövéről eredetileg azt tartották, hogy amihez hozzáér, azt aranyjá tudja változtatni, sőt, örök fiatalságot, örök életet is tud biztosítani annak, akinek ez a birtokába kerül. Nos, azt gondolom, hogy a bölcsek köve egyedül Isten kezében van. Aranyjá ugyan nem változtat semmit, bár biztos megtehetné, ha akarná, de az örök élet ajándéka az egyedül nála van elrejtve. A bölcsességet onnan felülről kérve, várva, Jézus Krisztust megismerve pedig annyira nincs is elrejtve előlünk. Lehet, hogy nem tehetünk meg bármit, amit csak akarunk, de Isten kegyelme meg tud tartani minden helyzetben. A felülről jövő bölcsesség cselekedetei, amit Jakab említ, Isten életünkben való jelenlétének és Jézus Krisztus kegyelmének a bizonyosságai. Az asszonnyal, akiről meséltem, nagyon sok mindenről beszélgettünk még. És valahogy olyan bölcsen hangzott minden szava. És nem csak idős kora miatt éreztem ezt. Inkább azért, mert a szavaiból olyan mélységes meggyőződés áradt. Legyen szó épülő templomról, konfirmáló unokáról, vagy egy hosszú betegségből való felgyógyulásról. Mert mind mögött ott volt a szavaiban a hála, és az Istenbe vetett bizalom, a bölcsesség kezdete. Adja Isten, hogy mi is onnan felülről kérjük, és várjuk azt, ami belőlünk hiányzik. És így imádkozzunk most ezért Assisi Szent Ferenc imádságával. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő közt különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet vigyek oda, ahol gond tanyázik. Uram, segíts meg, hogy törekedjem, ne arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem, hogy én szeressek. Ámen.
Sok szeretettel hívom fel a figyelmet gyülekezeti honlapunkra, ahol gyülekezeti programjainkról és az istentiszteleti rendről tájékozódhatnak a testvérek. Vasárnaponként 10 órakor és 11:45-kor tartunk istentiszteleteket itt a templomban. Azok számára, akik ezeken az alkalmakon nem tudnak még részt venni, a továbbiakban is készítünk felvételeket a Hegyvidék TV jóvoltából. Ezúton is köszönjük segítségüket. Most pedig az általános könyörgő imádságra csendesedjünk el. Imádkozzunk! Istenünk, szereteted arra indít, hogy minden embertársunk gondját te rád bízzuk. Könyörgünk az egész világért, minden népért és nemzetért, fiatalokért és idősekért, gazdagokért és szegényekért. Viseld gondját minden embernek, és add meg mindenkinek azt, ami üdvösséges. Könyörgünk a gyermekekért. Élezd és tápláld a szeretett tüzét minden otthonban, hogy az új nemzedék ne csak ismeretekben gyarapodjék, hanem hitben és becsületben nőjön fel. Könyörgünk munkatársainkért, szomszédainkért, barátainkért, és minden jó szándékú emberért. Add, hogy mindig meglássuk azokat, akikhez küldesz minket, akiknek gondját ránk akarod bízni. Könyörgünk a nélkülözőkért, a hajléktalanokért, az otthonukból elűzöttekért, és azokért, akik elemi csapás következtében szenvednek. Légy hozzájuk irgalmas, és ébreszt irgalmasságot az emberi szívekben, hogy akik tehetik, áldozatos szeretettel siessenek segítségükre. Könyörgünk a betegekért, a lelki és testi fájdalomtól szenvedőkért, a haldoklókért. Adj nekik enyhülést gyötrelmeikre, adj feloldozást bűneikből. Légy támaszuk és vígaszuk, és add nekik a te minden értelmet meghaladó békességedet. Könyörgünk egyházadért, és evangéliumot terjedéséért a világban. Adj hű szolgákat, akik megértik szavadat, és úgy adják tovább, hogy a jó hír mindenütt célhoz érjen, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgésünket és kísérj minket utunkon, hogy szeretetet hírnökei lehessünk otthonunkban, munkahelyünkön és mindenütt, ahol akaratodból megfordulunk. Hallgass meg minket, a mi Urunk Jézus Krisztusért, akinek a nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon neked békességet. Amen.